A fejedelmi leckék, második rész. Ezékiásnak a történetébe kezdtünk bele egy hete, és ezek az énekek mozogtak bennem, mert láttuk az előző királyokat, akikben ez nem volt meg, akikben nem volt meg ez az alázat, akikben nem volt meg ez az istára figyelés, láttuk azt, hogy egymás után buktak és buktak el. Aztán jött ez az ezékiás, kicsit felfrissítjük, hogy ki is volt ő. Egy olyan ember volt aki a lehető legrosszabb háttérből jött, a legrosszabb édesapát kapta, aki a világon volt, a legrosszabb körülményeket, ami a világon volt, 25 éven keresztül csak a báványokat, csak a romlást látta az egész országban. És megnéztünk néhány kulcs dolgot nála, csak felfrissítve. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Egészen úgy, ahogyan az ősagy Dávid tette. Sokkal hátrébb ment, mint hogy csupán az apai mintát tovább vigye. És megnéztük azt, hogy nem kell, hogy az életet tovább vigye azokat a hiába valóságokat, amiket örököltél lehet a családodtól, a hanem kezdhetsz egy újat az Istennel. Aztán megnéztük, hogy uralkodásának első évének, első hónapjában kinyitotta az úrházának a kapuit, ajtait, és kiavítatta azokat. Nem várt, nem, nem tanácskozott emberrel, hanem a Isten elvezett, azt csinálta. És nagyon sok feszültséget vállalt be ezzel, de azt olvastuk végül róla, hogy Istenét keresve tiszta szívből végezt ezért sikerült neki. És aztán most elkezdjük folytatni az ő történetét sok mindent leír még a krónikás, leírja azt, hogy helyreállította az ünnepeket, sőt, összegyűjtötte ugye a lévitákat, a papokat, gondoskodott róluk is, mert ők el voltak eresztve, meg nem volt róluk gondviselés, összehozta az egészet, raktárba, hatalmas ébredés jött az egész országban, és úgy folytatódik ez a mondat, hogy a következő fejezet, ezek után, a hűségesen véghezű dolgok után eljött a béke ideje, nem? Eljött a jutalom. Miután Ezékiás mindent jól csinált, minden próbán átment, helyreállított mindent, ezek után a hűségesen így dolgok után végre eljött az aranykor. Eljött az, amikor minden szép, minden jó, mindenhonnan források fakadtak, aranybányákat fedeztek fel nem kellett dolgozni az embereknek, egyszarvú unikornisok mosogattak is, és mentek ki, és dolgoztak az emberekhez, még csak fel se kellett szántani a földet. Kinőtt mindenhol akkor a szőlő, hogy négy ember nem bírta el. Ezt várnánk, nem? Ez lenne a minimum. Mert hogy azt olvasjuk, hogy Ezékiás kiás mindent jól csinált, szuper volt, beindult a dolog, beindult az ébredés, beindult minden, és figyeld a következő mondatot, ezek után a hűségesen véghezvű dolgok után eljött Szanhérib, a szíra király és betört Judába. Na tessék. Nem ezt vártuk, nem? Nem ennek kellene itt lennie. És ez kevésbé idegesít minket, mikor ez végjársol, olvassuk. Sokkal jobban idegesít, mikor velünk történik, nem? Amikor úgy érezzük, hogy végre sinem vagyunk, és azt érezzük, hogy jól csináljuk a dolgunkat, hűségesen járunk, engedelmességben járunk, és azt várnánk kell, hogy most aztán így minden szárnyal, és történik valamire, mert azt mondjuk, hogy Uram, mit vétettem, hogy ez jön? Nem ez néha az első kérdésünk? Mit rontottam el, hogy most nem az áldásaidban fürödök? És, és mi történik? Miért ez történik az életemben? Ebből látszik a gondolkodás módunknak a megmérgezett volt, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen jutalmazási rendszer, nem? Tehát Isten az az automat, amiben jó, jó dolgokat dobok be, akkor csak jó dolgok fognak velem a Földön történni. De sajnos egy bukott világban élünk. Egy olyan világban élünk, ahol Jézus azt mondta, hogy igen, ő legyőzte, de előtte mond még egy fontos dolgot. Ezen a Földön Nyomorúságotok lesz. És az első gyülekezetet megnézzük, mert majdnem mindegyik erőszakos halált halt. Nagyon nehéz dolgokat éltek át. De Jézus azt mondta, hogy de bízatok, mert én legyőztem ezt a világot. Nagyon nehéz az életben az az időszak, mikor, mikor azt érzed, hogy a helyeden vagy, és nem éppen menekülsz Isten elől, és nem titkolt bűnökben élsz benne, és ahelyett, hogy jó dolgok történnének veled, nem érted az életet. Az életünk legnehezebb dolgai ezek. És még néha nem is csak az, hogy, nem, hogy valami rossz történik, hanem hogy nem történik meg valami jó, amire már nagyon rég vársz. Nem találod meg a társadat. Nem születik meg az a baba, akire vártok. Nem történik meg egy áttörés. Nem tér vissza az a fellázad gyermek. És, és Istenem, miért, és miért, és miért is menjünk az Istenhez? És hiszem azt, hogy ma ezékiás életéből nagyon sok mindent tanulhatunk, hogy ő mit csinált, amikor ilyen élethelyzetbe került. Először is tisztában volt azzal, hogy ez egy háború. Nagyon sok keresztény azért él állandóan veszteségekben, és azért él mindig lenyomva az ellenség lába alatt, mert nincs tisztában azzal, hogy háborús időszak van. Azt gondoljuk, hogy ilyen, ilyen nem tudom, pisz emberek vagyunk, nem? Béke. Mi nem piszkáljuk az ördögöt, ő nem piszkálja minket. Az igazság ettől nagyon messze áll. Az igazság az, hogy egy szellemi háborúnak vagyunk a kellős közepében ahol van a seregeknek az Ura a mindenható is, aki győzött a kereszten, és legyőzte, nyilvánosan megszégyenítette az ellenség minden erejét. És mi ott vagyunk, hogy ezt a győzelmet kihirdessük, és megéljük. De ha ezt nem tudod, ha azt gondolod, hogy itt, ez egy játszótér, a föld élet ez egy játszótér, akkor hadd mondjam el, hogy a föld élet az egy csatatér. Vagy benne vagy egy háborúban, vagy előtte vagy, vagy kijön szépen egyből, de ez egy csatatér. Otthon beszélgetünk erről a feleségemmel sokat mostában, és azt mondtuk egymásnak, hogy de ez így nem jó. ez így, Ennek nem örülünk, nem? Mikor van az már végre, hogy azt mondjuk, hogy most minden, pihenés, stb., lesz majd annak is ideje. De most benne vagyunk egy háborúban. Ellenségetek az ördög, keresve keresi azt, hogy ki tudna elnyelni. És tudod azt mondja Pálapostól, hogy a mi harcunk az nem test és van, hanem hogyan van erők is hatalmasságok, szellemi fejedelemségek ellen, akik szellemi magasságokban vannak. Azt mondja Pál az Efizusi gyülekezetnek, hogy drágáim, vegyétek fel az Istennek a teljes fegyverzetét, hogy megbírjatok állni a gonosz napon, és mindent leküzd, megállhassatok. És az a szó, amit használ Pál a megállásra, az egy katonai kifejezés. Nekünk nem tűnik fel, mert nem tudunk görögül. De azoknak feltűnt, akik olvasták, amikor azt mondja Pál, hogy területtartás van fiúk. Innen ednél nem ettek hátra. Ezt a fronton alatt tartani kell. Ájatok meg szilárdan! És azt mondja, hogy erről van szó. Nem kell már, hogy előre menjünk és, és kaszaboljunk mindent. A Jézus megcsinálta. Ami dolgunk az, hogy megállunk szilárdan. Ha azért mondja a Galata gyülekezetnek, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg titeket, ezért mit csináljatok? Ájatok meg szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Benne vagyunk egy háborúba. És Pálapostól nem úgy folytatja, hogy hát, készüljetek fel a legrosszabbra, ez mészállás lesz, nincs mit tennünk. Hanem azt mondja, hogy vegyétek ezért tehát fel, és elkezdi sorolni korának a legmodernebb katonai szaknyelvével azokat a felszereléseket, amiket kaptunk Istentől. És azt mondja, hogy vegyétek fel, hogy meg tudjatok állni az ellenséggel szemben. Na nézzük, mit csinált ezékiás, mikor éppen mindenben hűséges volt, és kap egy hírt, hogy korának az egyik legnagyobb, legfenyegetőbb, legbrutálisabb nagyhatalma betört az országába. Nézzük, mit csinált. Minden erejével, minden erejével azon volt, hogy kiavítassa az egész várfalat, ahol csak sérült volt. Megnagyobbította az őrtornyokat, épített kívül egy másik várfalat. Sok gerejt és pajzsot is csináltatott. Mit csinált ez Ékiás? Hogy mondhatnánk ezt röviden? Felkészült. Felkészült arra, hogy ez egy háború. Nem azt mondta a krónikás, hogy ezékiás egész a otthon ült, és azt mondta, én nem hiszem el. Én nem hiszem el. Hát miért támadnak meg engem? Én nem hiszem el. Miért ilyen az élet? Nem ezt csinálta. Ő a király. Neki most lépni kellett. És azt kellett lépni, hogy azt mondja, jó, akkor ez van, akkor minden erőnkkel azon vagyunk, hogy felkészülünk erre a dologra. Mit jelent ez a mi életünkre nézve? Nézd meg, miket csinált. Megkereste a réseket a falon. És azokat betömte. Szellemileg képzeld, hogy van egy várfalad. Mindegyikünknek vannak erősebb és gyengébb területeink. Ezért mondja Jakab azt, hogy mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. A kísértés megfogva bűncül, a bűn meg kitejsel, de halált nem. Ezért van valahol a faladon egy olyan, olyan terület, ami neked a gyengéd, ahol te kísérthető vagy, mint én. Ha mondjuk, nem tudom, fizikai világra gondolj, valaki nagyon szereti a csokit, és nem tud ellenállni egy csokinak, tegyük fel, valaki meg gyűlöli a csokit, akkor egy tábla csokoládé teljesen más hatással lesz egyikre és másikra. Az egyik azt mondja, hogy fúj, csoki, a másik azt mondja, hogy na ne vidd nem, nem akarom látni, mert megeszem, felfalom még a papírját is mindjárt. Mindegyikünk máshogy van kábelezve, máshogy nézünk ki. Ami a te gyengét, az lehet a mellette ülőnek az erőssége. Lehet pont fordítva van. És ezért, hogy a tudod, hogy egy háborúba vagy, nagyon fontos az, hogy odafigyelj arra, mi a gyengéd. Mert az ellenséged nem ostoba. Olyan démonokkal harcolunk, akik 5-6 ezer évvel azelőtt, hogy én megszülettem, már harcoltak. Nem most jöttek le a falvédőről. Ők tudják azt, hogy hogy kell megtámadni egy embert. Tudják azt, hogy hogy kell szellemi óriásokat tönkretenni. Tudta azt az ördög, hogy Dávidot nem tudja legyőzni a harcban. De tudta, hogy van egy becsabi, akin keresztül igen. Tudta azt, hogy Sámson nem tudja az erejénél megfogni. De tudta, hogy van egy Delila. Tudta azt, hogy Salamont a bölcsességénél nem tudja elejteni. De tudta azt, hogy kell kicsit több nő, mondjuk ezer. És akkor már sikerül. Felkészült az ellenség arra, tanulmányozta, hogy hogyan tudja Dávidot, Sámsont, Salamont, hogyan tudja őket elejteni. Mit gondolsz, hogy téged nem amikor Szkéva fiai próbálnak az ördögűzéssel, és egész jól ment nekik, csak kicsit vissza erre fordult a dolog, akkor a démon kiszólt az emberből, és azt mondja, Jézust ismerjük, hogy folytatja, párul is tudunk. Mert ugye annak a Jézusnak a nevébe próbálkoztak ezzel, akit a pál hirdet, és azt mondták a démonok, páról tudunk, hogy ne, hogy ne tudnánk már párról? Mindenki tud párról. Minden hétfő reggel 6 óra 66 perckor van egy eligazításunk, ahol mindig hallunk párról. Tudjuk, hogy ki az a pál. Próbáljuk tönkretenni, éppen azon vagyunk. Tudnak rólad? Te tudsz arról, hogy hol, hol van rés a faladon? Mert a királynak ez volt az egyik első dolga, hogy végigment, és megnéz, azt mondta, itt egy rés. Ezt be kell tömni. A királya, vagy érts jól a saját életednek olyan értelemben, hogy felelősséget válasz azért, ami van benned? Mit csinált még ez ékiás? Azt mondta, itt a fal, jó, ezt betömtük, akkor építsünk még egyet. Kicsit odébb kívülre, legyen még egy várfal. Hadd erre egy gyakorlati példát, hogy hogy nézhet ez ki. Egyik lelkipásztor elmesélte, aki nagyon-nagyon sokat utazott repülőgéppel, nagyon sok konferenciára hogy látta azt, ahogyan körülött az országban egymás után hullanak el a lelkészek. Mindegyik belekerül ilyen szexuális kísértésbe, itt bukott el, kiderülnek mocskos dolgok egymás után, és azon gondolkodott, hogy uh, mi van, ha én sem vagyok erre immunis? Mi van, a legközelebb elmegyek egy nagyon rossz pillanatomba valami, mi van, hogyha mit tudnék tenni, hogy ezt ne, ne ez történjen velem? És azt mondta, hogy tudod mit, építek egy második körfalat az életem körül. Egyrészt figyelek magamra, figyelek a gondolataimra, figyelek a feleségemre. Ez az első várfal. Jól működik a házasságunk, nagyon odafigyelünk minden részére. Jöjjön a második fal. Mindig viszek magammal egy-két gyereket, akik otthon vannak. Hat gyereke van, ezért azt mondta, egy-kettőt mindig el minden magammal. És magával, amit mindenhova, minden egyes utazásánál legalább egy gyereket, vagy kettőt, vagy egy feleséget. Minden egyes alkalommal. Akkor is, mikor ez neki kétszer, háromszor annyi pénzbe került az utazás miattuk. De azt mondta, ők lesznek a második várfalon. És tegyük fel, hogyha nagyon minden összejön, és nagyon magam alatt vagyok, és nagyon-nagyon-nagyon kikezen a sátán, a két kislányom fogja a kezemet, mit tudnék csinálni? Ha akarnék, se tudnám elrontani. Minden egyes alkalommal vitte magával őket. Második várfal. Amire azt mondod, hogy még ha az elsőn valami ostromgéppel egy nagy lukat üt, itt lesz a második. És tudod mit, ha van második, lesz egy harmadik is. Védekezek, vigyázok magamra, tisztaságomra. És nézd, mit csinált még Ezékiás. kiás. Azt olvasod, sok gerejt és pajzsot is csináltatott. Felkészült arra, hogy mi nem itt fogunk izé csak védekezni, ha jönnek, akkor majd megkapják a magukét. Majd kilőjük őket rendesen. Az efizusi levélben mi az egyetlen támadó fegyver, amit Pálapostól felsorolt. Nyilván a sisakot is odavághatod valakinek, de az nem a leghatásosabb. Mi az, ami viszont támadó fegyver? A kard. Mi a kard? A lélek kardja, ami a... Ú, de bátortalanak mondjuk. Mi a lélek kardja? Az Istennek a... A beszéde, az Istennek a beszéde, a kard, az egyetlen támadó fegyver a kezedben. Tudod, hogy, hogy tudsz felkészülni egy csatára, egy szellemi csatára? Úgy, hogy az Isten igét magadba zárod. Ide be a szívedbe. Élezed a kardodat esténként. Már látod, hogy jönnek a törökök messziről, és te ott vagy, és élezed a kardodat. Tanulod az igét, tanulmányozod, bezárod a szívedbe. Azt mondod, ez két élő lesz. Ez úgy fog átmenni a, az ellensége, mint kés a vajba. Ez, ezen a kardon nem fog múlni. Az Isten igéje, az készen van, azzal nem kell mit csináljunk, de benned van az Isten igéje. Mert amikor benne vagy a nehéz támadásban, az nem sokat fog rajta segíteni, hogy valahol az elmúlt négy évben hallottam már egyszer, hogy valahol van egy ilyesmi a Bibliában. Hol lehet az? Azt mondja Dávid, szívembe zártam a te beszédedet, hogy ne védkezzem ellened. És ha jön egy támadás, nézem, mit csinált Jézus a pusztában, távoz nem sátam, mert meg van írva, csillog a kard a kezébe, és mondta az igét. Az egyetlen támadó fegyvered ez. Istennek a beszéde az igéje. Ezért menj haza, nézd ki este a várfalon, és látod jönni az ellenséget, kezd el csiszolni, kezd el kicsit forgatni. Iratkozz be egy, egy kardvívó tanfolyamra. Hogy tudnám az Isten igét jobban megérteni, magamban zárni, forgatni, és ha az ördög megtámad, akkor ott az ige, amit előveszel, de menjünk tovább, mert még nagyon-nagyon érdekes dolgok történnek. A következő dolog, amit csinált ez azt olvassuk, hadinép élére csapat parancsnokokat rendelt, azokat maga köré gyűjtötte, a városkapu előtti téren, és szíves szólan így beszélt hozzájuk. Ez nagyon fontos lesz, nem sokára meglátod, hogy miért. Kinevezett olyan vezetőket, akikben megbízott, akiket alkalmasnak látott, és kezdte őket felkészíteni az ütközetre. Tudta azt, hogy nagyon sok fog múlni azon, hogy kik vezetik a népet. Nagyon sok fog ezen múlni. És ezékiás kiás fantasztikusan erős volt a bátorító beszédnek az erejében. Ezt a végigolvasod, a krónikák könyve leírja az ő történetét, a királyok könyve leírja az ő történetét, Ézsaiás yes leírja az ő történetét. Három helyen írja ezt a Biblia. És hogyha valamikor visszautaszatnék az időbe, az egyik, az egyik jelenet, amit megnéznék, az ez lenne, a következő mondat. Képzeld el ahogyan egy több százezres haderő tart a vár felé, ahol te éppen vagy. A külső városokat, az erődített városokat a Szíria már legyalulta, eltűntek. És tudod, hogy Jeruzsálem felé jönnek. És te ott vagy, alig néhány, egy, egy csapatnyi emberrel. És kijön a király, összeívja a katonákat. Képzeld el, milyen pillanat lehetett ez, mikor olyasmit mond nekik Ezékiás, hogy na ide figyeljetek, Istennek katonái, Juda férfiai. Eljön majd az a nap, lehet, mikor meghalunk. És amikor az ellenség ledarál minket, de ez nem az a nap. Mert ma az Isten fog velünk harcolni, és látja a remegést a katonáknak, és azt mondja nekik, hogy tudom, tudom, hogy ki jön ellenünk, tudom, hogy ki ez az Asszíria, de hadd mondjuk el nektek valamit. Többen vannak velünk, mint velük, mert ők hadsereggel jönnek. Velünk viszont az élő Isten van, és ő fog harcolni velünk, értitek ezt? És azt írja a krónikás, hogy ezékiás úgy beszélt, hogy az egész nép felélinkült, és azt mondta, te jó, nem ma fogunk meghalni. Nem ma fogunk meghalni. Gyertek, csak gyertek ide. Majd meglátjátok, milyen az élőisten. Az elő még ott reszkedtek, hogy mind meghalunk. Látod, milyen ereje van a beszédnek? Azt mondja Jakab, a beszédnek az ereje az életet ad, vagy halált. Rengeteg ember öli meg magát. A saját beszédével. Amikor elkezded átkozni magadat, és még csak arra szünt szükség, hogy valaki átkozzon téged, mert magadat átkozod. Amikor olyan dolgokat mondasz magadnak, hogy ah, nem igaz, nem lesz ez jó, nem viszem semmire, úgyis elrontom. Mit csinálsz? Szabad napra küldöd az ördögöt, mert magadat átkozod helyette és azt mondod, elkezded magadnak mondani azt az ömlesztő, romboló, undorító szavakat, amiket elkezdesz elinni és magadba zárni az Isten igéje helyett. Ezért viszont nem ezt tette. Ő szép a népet, és azt mondta, a fiúk, most figyeljetek, mert mondok nektek valamit, amitől úgy fel fogtok élénkülni, hogy az Isten ereje teket. Ez az, amit ő csinált, és figyelj meg, mint lép erre az ellenség. Mert mindig, mindig lép az ellenség. Fehér, feket, emlékszel, sakk? Egyik lépjön a másik. Jön majd egy ígéret nem sokára. Erre majd mindjárt visszatérünk, még az Isten az ígéretére, de még oda nem ugrunk. Mit csinál az ellenség? Elküld néhány követet, néhány főembert, egy hadvezért, egy kincstárnokot Jeruzsálem várfalához. Három olyan embert küldött el, akik tökéletesen beszélték az akkori népnyelvet. Tudod miért? Odaálltak a várfalhoz, nem kértek engedélyt, hogy beszéljenek a király a négy szem közt. Tudod, mit csináltak? Kiálltak a várfal alá, és ugyanazt csináltam, mint ezékiás, csak pont az ellenkezőjét. Az anti ezékiás szózat az így hangzott. Ugyan már, gyerekek, ti mit gondoltok? Mit képzeltek? El ne higgyétek már, mit ez az ezékiás mond nektek, hogy így az úr, meg úgy az úr, majd megmen minket. Hol volt az úr, amikor legyalultunk már, vagy nyolc nemzetet mellettetek? Hol vannak az ő isteneik? Az összeset beolvasztottuk. Hallottuk mi már ezt a slágert? Azokat sem mentette meg. Gyerekek, hát jöjjön már meg az eszetek. Gyertek ki, gyertek ki ebből a kis kártyavárból. Tudjátok, mekkora várakat romboltunk mi le? Tudjátok, mekkorákat? Tudod, mit mondtak még? Azt mondják, Adunk nektek 2000 lovat, ha van annyi emberetek, hogy hajtsa őket. 2000 lovat is adnánk nektek, csak nincs elég lovasotok, aki azt kezelni. Majd azt mondja a kincstárnak, az én uramnak a legkisebb helytartója, és egy pillanat alatt végeznek veletek. Ugyan már, gyerekek, jöjjön már meg az eszetek. Gyertek ki most gyorsan, majd megkíméljük az életeteket kiszólnak a várból, a kétségbe esett katonák is azt mondják, hogy ne ezen a nyelven beszéljetek már, légy szíves, a várnép miatt. Használjátok azt a nyelvet, amit csak az elit beszél. És tudom, mit mondanak? Nem, nem. Azért vagyunk mi hárman itt, mert mi a néppel akarunk beszélni, nem a királyjal, mi a néppel. Hadd idézzem, elnézést azért, amit mondtak, de le van írva. Ha bíztok ezékiásban, és abban, hogy majd az Úr megment titeket, elmondom, mi fog történni. Holnapra a saját ganétokat fogjátok enni, és a saját vizeleteket fogjátok meginni a királyotokkal együtt. Na képzeld el ezt a pillanatot, nem? Látod már távolból, hogy közelednek az ostromgépek, több százezer katona akik nem arról voltak híresek, hogy nagyon rendes emberek voltak, hanem arról, hogy amíg még, ha a nép kijött, még azokat is megölték. Mindenkit mészároltak, koponyákból hegyeket emeltek. Képzeld el! Ott állsz, és azt írja az ige, hogy a nép semmit nem szólt. Mert ezért király parancsba att, hogy ne kezdjenek el beszélni a követekkel. Megint egy dolog, amit ezért csinált. Azt mondta, nem fogunk, nem fogunk belemenni egy vitába velük. Nem válaszolunk nekik. Nagyon sok ember kezd el vitatkozni az ördöggel. Pedig nem kell. Mit kell vele csinálni? el kell küldeni. Nem vitatkozni vele. És miután ezt megteszi, ez a három követ voltak annyira rendesek, hogy ezt még írásba is adták. És odaadták ezt a levelet ezékiásnak, hogy tudod, olvasgasd el, ha még nem lenne eléggé benne a szívedben, hogy mit üzentünk neked. Ezékiás fogja ezt a levelet. És egy fantasztikus dolgot csinál. Elmegy az úrházába és kiteríti az Úr előtt. És szól valakinek, akire tudta, hogy számítad Ézsaiásnak, a prófétának is azt mondta, gyere, nagyon nagy baj van. Volt már ilyen papír a kezedbe, ami megrémített? Egy orvosi lelet, egy e-mail, amit valaki küldött, és nagyon rosszul érintett, egy, egy levél, egy, 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 egy nyilatkozat a vállóperről, valami, ami, amit ha egyszer látsz a szemed, de soha nem tudod elfelejteni. A szó elszáll, de az írás az nagyon mélyen. Amit látunk, az beleivódik az életünkbe. És figyeld, mi volt Ezékiásnak az egyik kulcsa. Fogta ezt a levelet, és odavitta az Úr elé, kiterítette. És elkezdett imádkozni az Isten előtt. Kijöntötte a szívét, kiterítette a levelet és az egész életét. Tudta, hogy is, Isten nem fog csodát tenni, akkor estére mindenki hulla lesz. Mindenki. Senki nem fog megmaradni. És ekkor Jás, egy nagyon érdekes üzenetet küld, amiben azt mondja Isten Ezékiásnak, nem jut be a városba, nyilat sem lő ki rá, nem fordít feléje pajzsot, ostromsáncot sem épít ellene, azon az úton tér vissza, amelyen jött. De ebbe a városba nem jut be, így szól az Úr. Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért, meg az én szolgámért Dávidért. Megszólal az Isten, és minden megváltozik. Nem azt mondja az Isten, hogy tudom, ki van ott a kapuidnál, de nem fog belépni. Még egy nyilat se fog rá kilőni. Ott fogja visszahúzni magát, ahogy jött. Mert én pajzsab vagyok ennek a városnak. Tudod, mit jelent ez? Amikor az ellenség megtámadja a családodat, megtámadja a házasságodat, annyi keresztény bambán -bam végignézi, és hagyjuk, hogy az ördög élvezkedjen és csinálja a dolgát. Ott vagyunk teljes hadi felszerelésben, egy kardal a kezünkben, és nézzük, hogy kirabolnak minket. Tudod, hogy hogy kellene harcolnod ilyenkor? A térdeiden letérdelni, és imában harcolnál, és azt mondanád az ellenségnek, hogy ebbe a családba nem fogsz bejönni. Ebbe a házasságba nem fogod betenni a mocskos lábadat. Mert az élőisten pajzsa az életemnek, és nem fogsz ide belépni. Nem engedem, hogy belépj a gyermekem életébe. Itt fogok harcolni. Az élő Isten a pajzsa az életemnek. A passzivitás az egyik legnagyobb rákfenéje az embereknek, a kereszténységnek, mindennek. Ill és kiáll a népelés, és azt mondja, na most választatok, ha bál az Isten, akkor őt, ha az Isten az Isten, akkor őt. Mit felel a nép? Nem szólt a nép egyetlen szót sem. Mit mond Ádám? mikor azt látja, hogy Éva éppen levesz egy gyümölcsöt, amiről az Isten meghagyta, hogy ne tegye, és éppen akar neki adni. Mit tesz Ádám, mikor hallja, hogy a kígyó próbálja átverni a feleségét, akit Isten rábízott? Mit tesz Ádám? Egy helyben áll is hallgat. Ez egy olyan örökség, egy olyan átok, amit a férfiak visznek magukkal, hogy passzívan végignézzük a dolgokat, nem? Ahelyett, hogy azok a harcosok, gondviselők, védelmezők lennénk, akiknek az Isten alkotott minket. Képzeld el, mennyire más lett volna ez a történet, hogy azt mondja Ádám, te mocskos kígyó, mész -e innen, hogy beszélsz a feleségemmel? Amit te mondta, az a legnagyobb hazugság az Isterő, Tűnjön nem vagy eltaposlak? Képzeld el, hogy lett volna tovább a történet? Nem tudom, mi lett volna utána. De Ádám ehelyett egy helyben át és bambán -bam végighallgatta az egészet. Majd vett abból ő maga is. Isten azt mondja Ezékiásnak, hogy Ezékiás nem kell félned, mert én vagyok a pajzs a városnak. Vannak élethelyzetek, amik nagyon meg tudnak minket rettenteni. De kézed, amikor is azt mondja neked, hogy hidd el azt, hogy ez csak a látszat, amit te látsz. A sok ostromgép, a sok százezer katona, hidd el, hogy egy se fog belépni a kapun. Egy se tud belépni, mert én védelmezem ezt a várost. És amikor elolvasod a teljes történetet a krónikákból, elolvasod a teljes történetet a királyok könyvéből, és arra ezt, hogy még elolvasod az Ézsaiás könyvéből is a teljes történetet, azt fogod észrevenni, hogy Ézsaiás, mintha szóról szóra ugyanazt írná le. Hát minek kell a újra leírni, nem? És Isten megjutalmaz, ha elkezded ezt alaposan megnézni, mert észre fogod venni. Van egy szó, amit hozzátesz. Egy nagyon fontos szó. A krónikás királyok könyve úgy írja le, hogy Ezékiás imádkozott az Úr jelenlétében, Ézsaiás pedig ezt az üzenetet küldte neki. De figyeld meg azt, hogy mit mond Ézsaiás. Így szól az Úr Istene, mivel imádkoztál hozzám? Szanhéri Basszíri a király miatt ezt az igét jelentette ki róla az Úr. Egy szóval több, mivel, mivel imádkoztál hozzám, ezért ezt az igét mondja most az Úr. Ha valaha gondolkodtál azon, hogy van-e jelentősége az imáidnak, akkor írd ki ezt az igét a házat falára. Ezért kiás, mivel imádkoztál hozzám, ezért ezt mondom Szanhérib királyáról. Mivel imádkoztál hozzám, ezért ezt mondom. Nem tudom, mi lett volna, hanem imádkozott volna, de azt tudom, hogy mivel ezékiás imádkozott, ezért az Isten azt mondta, hogy ebbe a várba nem fog belépni ez az ellenség. Szeretném, hogy felírnád ezt az ima naplódba. Abba a szobával imádkozni szoktál. írt fel a csuklódra, legyen ott előtted ez az ige, hogy az Úr neked is ezt mondja, mivel imádkoztál hozzám ezért a dologért. Ezért, mivel hozzám kiáltottál, mivel meghívtad az én természetfeletti erőmet ebbe a helyzetbe, ezért az Isten ezt is, ezt fogja tenni. Mivel imádkoztál hozzám, később vezékiás meg tudja, hogy néhány napja van hátra az életből. Ő már tanult valamit, tudod, mit csinált? Elkezdett imádkozni. És Zsolyás megy ki a palotából és szól neki Isten, hogy menj vissza, és mondd meg neki, hogy kap még 15 évet. <laughs> mert imádkozott hozzám. És az úr megsajnált, meg és azt mondta, tudod, mint ez ékes. még 15 évet. Az imáidnak ereje van. Nem azért, mert milyen erősek vagyunk, hanem mert Isten így döntött, hogy ezt összeköti magával. Hogy amikor az ő népe imádkozik, akkor dolgok történnek a szellemvilágban. Teljesen kiadhatott volna minket ebből, de úgy döntött, hogy kiállts hozzám, és én válaszolok. Spurgeon azt mondta, hogy az imáink azok az, az, az az idegrendszer, amely megmozítja Istennek a kezét. Ő nem egy báb, nem mi húzgáljuk a kezét, de azt mondta, hogy mégis összekötöm ezt a kettőt. De amikor az én nébem imádkozik, akkor dolgok történnek. Jézus annyira tudna nélkülünk is cselekedni, mégis azt mondja, hogy amikor betegre teszitek a kezeket, na akkor meggyógyulnak. Minket is kihagyhatna belőle, nem? De azt mondja, hogy akar minket ebbe használni. És ezért bármi van most az életedben, a családodban, a személyes életedben, arra hívlak, hogy ne legyél passzív. Ne a ablakból kukucskával nézd végig, ahogy rombol le mindent az ellenség, és bemegy, és birtokba vesz mindent. Hanem mondd azt, hogy én itt vagyok. Őrállóvá tett engem az Isten azt a vádiratot, azt kiterítem az Isten házába, a jelenlétébe, és imádkozok az Úrhoz, hogy cselekedjen. A happy endet már lehagytam. Úgy folytatódik. Nagyon hosszú az egész történet, de a vége, ami a legizgalmasabb része, az egy mondat. Aznap őjjel eljött az Úr angyala, leölt 185 ezer katonát, az összes vezért, meg az összes hadnagyot, meg minden előkelőt a táborban. Másnap reggel, amikor felkeltek, mindenhol hullák, azt mondta Szanhérib, hát akkor menjünk vissza Ninivébe. Ennyi. Egy mondat. Nem tudjuk, hogy csinálta az angyal, de megcsinálta. Oda ment. Másnapra már nem volt hadsereg. De az Isten megtartotta az ő ígéretét. És szeretnélek már erre bátorítani. Hogy ne add fel. Nagyon sokszor, amikor elkezdesz helyesen tenni dolgot, elkezdesz Istenben járni, Elkezdesz valamiért imádkozni végre, és megkérdezed, hogy na, változott a helyzet? Nagyon sokszor tudom, mi az első válasz. Igen, sokkal rosszabb lett. És azt mondom, nem már. Hát most miért, miért rosszabbra fordulnak a dolgok? Azért, mert valamit felkevertél, azért, mert az állóvíz megmozdult, azért, mert belenyúltál végre a szellemi háborúba, amire elhívott Isten, hogy győztes legyél. És nagyon sokszor ez történik, de nem itt áll meg a történet. Nem itt áll meg, hogy ezért kell, és azt mondja, jaj, te jó ég, menekülök, hol van a királyi hintom, meneküljünk, amilyen messzi csak lehet. Hanem azt mondja, ezért a percért vagyok itt királyként. És átélt ezt az óriási szabadítást. Amiről utána minden unoka, minden dédunoka, mindenki, aki csak a következő nemzedékekbe jött, mindenki ódákat, himnuszokat zengtek, hogy micsoda szabadítása volt aznap az Istennek. Jeruzsálem várfala alatt. De ez kellett egy nagyon erős próba, egy borzasztó nehéz élethelyzet. Mi szeretnénk, hogy Isten ezt kihagyná az életünkből, és aztán csak mindig az áldásokat élnénk át, de néha át kell menjünk ilyen nehéz helyzeteken. Ahogyan Dávid Istent, Isten, Isten királyákeni Dávidot, és ő azt gondolta, hogy mi is gondolnánk, nem? Ha királyákenik, akkor másnap elkezd uralkodni Jeruzsálemben, és oszogatja a parancsokat. Ehelyett királyákenik Dávidot, és az élete egy borzasztó, mély és nehéz helyzetbe kerül bele. Hol Saultól menekül, hol egy óriást kell legyőzzön, előtte is, hol oroszlánt, meg medvét kellett. Tehát nem azt mondhatjuk, hogy, hogy fenékig tejfő volt az élete. És a bukott király elől kellett, még meneküljön éveken keresztül, mire eljutott oda, hogy végre betölti a királyi szerepet. Azt nem fellázad a fia, tehát annyi mindenen kellett átmennien. De ekközben azt mondja az Isten róla, hogy a szívem szerint való férfi ő. Mert valamit Isten nagyon mélyen dolgozott benne. És hívlak ma erre, hogy ahol éppen vagy, amilyen helyzetben éppen vagy, engedd azt, hogy az Isten cselekedjen benned. Engedd azt, hogy formáljon az ő képmására, és engedd azt, hogy megtanítson harcolni. Azt mondja a proféta, hogy az Úr tanítja kezeimet a harcra. Nem test és vér ellen. Nem karate kell vegyél, hanem ima leckéket otthon, hogy azt mond, hogy én imádkozni fogok ezért. És nem adom fel. Nem adom fel. Addig fogok imádkozni, még eljön az áttörés, sőt, még azután is. És hozom az Úr elé, hozom az Úr elé, kiterítem a dolgokat, amiket kapok, és imádkozok, és imádkozok, és imádkozok, érte? Hadd mondjak el egy, egy érdekes történetet. Tegnap pont uh, Budapesten kellett legyek is, és uh, volt egy kis időm, és elkészültem, ezekkel a gondolatokkal foglalkoztatott az Úr, amikor Magdi Rámír uh, telefonon, hogy hát van egy kis baj. Mentőbe jönnek és viszik be Elizabetet a kórházba. Na, mondom. Micsoda? El se tudok menni, itt kell most lejek. Mi, mi, fog történni? Mi, mi történik És Elkezdett elborítani az aggodalom, a félelem. Te jó ég, mi fog történni? Mi lesz, mi lesz? És Isten fejbe vágott, és azt mondta, nyisd már ki a szemed, hogy mit tanulsz éppen. Kezdj el imádkozni, és harcolj. És akkor azt mondta, hogy jó uram, akkor imádkozni fogok. Én vagyok az édesapja. Szellemileg én vagyok a családunknak a vezetője. Fogok ezért imádkozni, és nem adom fel. És hál' Istennek rendben lett minden. És az Isten megóvta az ő életét is, és tényleg nem lett nagy baj. De, de az Isten tanított akkor arra, hogy na ilyen pillanatokban tanulsz meg imádkozni, nem? Szeretnénk ima harcosok lenni harc nélkül. De harcokban tanulsz meg imádkozni. Ezért tedd ezt, mondd azt, hogy nem menekülök el, ide nem fog bejönni ebbe a várba. Figyelek a várfalra, figyelek a résekre, de tudom azt, hogy a győzelmet az Isten fogja adni. Szeretnélek ma erre hívni, hogy ezt meg, ahol éppen most vagy, abban az élethelyzetben, ahol éppen most vagy, hogy az Isten cselekszik, és győzelmet akar neked adni. Tudod miért? Mert azt mondta, hogy a lábaink alatt összetöri a sátánt. Jézus azt mondta, hogy ő azért jött, hogy az ellenség minden munkáját Lerombolja. És nem kell dicsőíj az ördögöt. Nem kell, hogy rettegjél tőle is, és, és, és ódákat zengél róla, mert legyőzte, ami megváltunk. Ezért tudjuk azt mondani, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Ezért nem tud olyan hírjönni, nem tudsz olyan levelet kapni, ami össze kellene törni, és menekülned kell, hanem kiteríted az úr előtt, és azt mondod, uram, látod ezt? kérlek, hogy gyere és cselekedj. És ha kell, szólsz a prófétának szólsz egy imaharcos barátodnak, kérlek, gyere, imádkozzunk együtt ezért a dologért. Hiszem azt, hogy az Isten fog szólni, és hiszem, hogy fog cselekedni, de kell az a hit, ami ott volt az kiásban, és az Isten megjutalmazta. Most szeretném, hogy elcsendesednénk és Meg tudnád nézni, hogy van-e most az életedben ilyen harc? van -e ilyen háború valahol? Vagy lehet, hogy még csak a horizonton látod közeledni a hadsereget? De hadd bátorítsalak arra, hogy ne a, ne a fizikai szemeddel láss messzire, hanem a szíveddel. Mert a győzelem előtt mondta már ezékiás az, hogy többen vannak velünk, mert velünk az Isten ereje van. És ezért fogunk mi győzni ebben a csatában, amikor azt se tudta, hogy hogy fognak győzni, de tudta az, hogy Isten nem fogja őket cseben hagyni. Kélek, hogy hajtsd meg a fejed is, arra kélek, hogy imádkozz. Hogyha szeretném most felkiáltani az Istenhez, akkor tedd meg ezt. Hogyha szeretnéd segítségül hívni azt, hogy lépjen be az életedbe, most először, akkor tedd meg ezt. hogy a házasságodba kell, hogy meghívta a családodba, a gyermekeidhez, ha a munkahelyedbe, kiálts az Istenhez. És vedd, vedd, észre azt, hogy nem vagy áldozat két szuperhatalom között, hanem Isten arra hívott el, hogy harcolj, és hogy győzelmeket éljél át vele. Hajtsuk meg fejünket, és most így imádkozni fogunk. Én vezetem ezt az imád, de kérlek, hogy kapcsolódj be hozzám. Isten, én téged azért, mert te győztes vagy. És köszönöm azt, hogy győzelemre akarod vezetni a te népedet. Köszönöm, atyám, hogy így lehetünk most itt előtted. Hogy a te bátorító beszéd, ez az, az felélinkíthet minket. És nem kell odafigyeljünk az ellenségnek a romboló szavaira és a gúnyaira, hanem odafigyelünk, Uram, arra, amit te mondasz. A te szavadra. Köszönöm, Istenem, az, hogy te itt vagy. És köszönöm azt, aki hozzád kiállt, annak te válaszolsz. És Uram, hálát adok azért, hogy ma is elhangzik tőled ez a mondat. Mivel imádkozott hozzám, ezért ez is ez fog történni. Köszönöm, Atyám, azt, hogy az imáink megváltoztatják a dolgokat. Köszönöm, hogy erő van ebben arra, hogy élet legyen ott, ahol halál. Hogy megújulás ott, ahol befásulás. Kérlek Istenem így, hogy cselekedj, a te nevedért, a te dicsőségedre, nem miattunk, hanem a te fiadért, Jézusnak az érdeméért kérjük ezt. És köszönöm, atyám, hogy kész vagy ma arra, hogy ezt megted. Köszönöm, hogy így akarsz majd cselekedni közöttünk, Uram. Szeretnénk felemelni, Uram, most a te nevedet is megvallani, azt, hogy te vagy az uraknak, Ura, és te vagy a királyoknak királya. És megvalljuk azt, hogy birodalmak jönnek és mennek. De te vagy a mindenható. Jézus nevében. Amen. Amen. Mielőtt ez Ékiás ezt tette, egy héttel ezelőtt azzal foglalkoztunk, hogy egy nagy megtisztuláson ment át ő is, a nép is, a templom is, és egy bizonyos Kidron völgybe, a Kidron patakhoz hordták el ezeket a dolgokat. Azt ígértem, hogy lesz itt valami, hát a Kidron az kicsit megadta magát, de itt van jó néhány lap. Írhatál is otthon, ha szeretnél egy hosszú listát, amit csak szerettél volna, de itt be vannak készítve ezek a lapok. Hogyha Isten valamit a szívedben felhozott, valamit megmutatott, amit kellene odaadni neki, kellene kivinni, mert egy bávány az életed, vagy meg kell tőle szabadulnod, akkor arra kérlek, hogy akár az énekek közben, akár az alkalom végén, akár mi, mielőtt hazamennél, gyere ide, itt vannak ezek a lapok. Fogj egy lapot, itt van egy toll, írd rá azt, ami a szíveden van, és uh, hát ilyen nem volt Kidron völgyében, de nekünk van. Ugyanis, hogy ebbe elkezdett belerakni, akkor fog egy furcsa hangot adni, és írat meg semmisi tőként. már fél munkát végez, bedarálja. És hallani fogod azt, hogy az bávány összeomlik, de ezeket a kis cetliket majd el is fogjuk égetni 30-án, ahogy megígértem. Maradjunk a cetliknél néhány uh, a testvér meg, meg önkéntes tűzoltó javasolta, hogy túl nagy égetést azért ne tartsak itt, amikor tűzgyújtási tilalom van. Tehát maradunk a cetliknél, de bátorítlak arra, hogy írd rá azt, amit Isten megmutat neked. És különösen úgy, hogy most egy bőti időszakban is vagyunk, az infopulton tudtok még feliratkozni. Nagyjából betelt az egész hónap, de lehet még egy napra többen, többen jelentkezni, és ha kell, akkor megyünk tovább a következő hónapra is. Vagy amikor böjt közben Isten valamit megmutat neked, akkor az írd fel, és ha jössz az Úr akár hétköznap, akár itt vasárnap, hozzá is dob bele. És én hiszem azt, hogy nagyon sok báványnak a hamuja lesz ebben a kis dobozkában, hordócskában. És amikor ez megtörténik, akkor azt olvasjuk, hogy nagy öröm lett a nép életében, és dicsérték az Istent. Hát ezt fogjuk most tenni, és kélek um, kérlek arra, bátorítlak arra, hogy, hogy ebben a záró uh, dicsőítésben kapcsolódj be a szíveddel, ne csak a száddal, ne csak a szemeddel, hanem a szívedből hozd az Úr elé ezt, és emeljük fel az ő nevét, mert egyedül ő az, aki méltó rá.